gazdasági mutatók, események. Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel. Robogunk is tovább, Barát Tibor vezető üzletkötő van a vonal túlsó végén, aki majd vázolja, hogy milyen bőrben vannak az orosz-ukrán konfliktus kellős közepén a tőzsdék. Szerbusz! Jó reggelt kívánok, szervusztok! Ebben a pillanatban nyitnak az európai tőzsdék, a határidős indexek megint jól beestek nyitás előtt, úgyhogy mi történik? További csökkenéssel. Hát igen, tehát hogy nehéz vállalati híreket találni ilyenkor, amikor hát ugye összességében valóban ugye ez határozza meg a piac mozgását. Hát múlt héten még volt ugye, hogy esés és emelkedést is, ugye a különböző előjelű hírek hatására, aztán hát ezen a héten csak ugye az esés irányába mentünk, ahogy ugye romlott a helyzet. Hát ugyanez a vállalati szinten is egyébként érződik, hogy például az Apple bejelentette, hogy már múlt héten egyébként leállította az Oroszországban a termékei értékesítését, sőt, a fizetőszolgáltatásának, az Apple Pay-nek és más szolgáltatásoknak is a korlátozásáról döntött. Így még például az Apple Store-on keresztül elérhető az orosz állami adó, ugye az RT és a Sputniknak a elérhetőségét Oroszországon kívül leállította, valamint például a térképszolgáltatásoknál is a közlekedési események, illetőleg a balesetek jelzését megszüntette, ahogy ők fogalmaztak, azért, hogy az ország állampolgárainak a védelme érdekében. Egyébként ugyanezt megtette korábban a Google is, és hát ahogy az Apple fogalmazott, a jövőben, tehát a szituációt folyamatosan értékelik, és a releváns kormányokkal való beszélgetések hatására döntenek majd az újabb lépésekről. Teljesen szinoníma tulajdonképpen a történet a Ford esetében is, ami a második legnagyobb amerikai autógyártó. Ők azt jelentették be tegnap, hogy az orosz invázió hatására a Ford azonnali hatással leállította az ottani értékelését, tehát hogy rákényszerültek arra, hogy újraértékeljék az ottani üzleteket, és az oroszországi aktivitásukat megszüntették. Ezt a további lépések, tehát addig, amíg nem döntenek másképp, addig ez marad érvényben. Azt azonban mondjuk a Ford azért úgy jelezte, hogy az elmúlt években már jelentősen csökkentette az oroszországi kitettségét, illetve hogy valamint egy ilyen segély alapot hoz létre, amiben már 100 000 dollár össze is gyűlt, hogy az ukrán embereknek a megsegítésére. Tehát alapvetően inkább ilyen rossz hírek vannak a cégekről. Hát egy kivételt találtam, hogy azért a végén valami pozitívabb is legyen. Ugye ő a Salesforce, egy amerikai szoftvergyártó cég, aki a jelenlegi negyedévre egy magasabb árbevétellel terve van, mint amit a piac várt, ilyen 7,4 milliárd dolláros árbevétel tervel, és annak ellenére, hogy a negyedik negyedévben ugye veszteséges lett a cég, mint egy 28 millió dollár, amíg egy évvel ezelőtt még 267 millió forint dolláros nyeresége volt. Ennek ellenére ez ugye After Hours-ba jött ki ez az eredmény, és erre azért egy 4%-os pozitív reakció volt. Itt egyébként hívnám föl talán arra a figyelmet, hogy ugye a szoftvergyártókat azért jobban ugye a kamatemelések, vagy a kamat hozamemelkedési várakozások miatt ugye beadták, és hát most viszont itt az orosz-ukrán helyzet kapcsán a 10 éves hozamok igen jelentősen csökkentek, tehát az amerikai 10 éves az mondjuk a 2% fölüli szintről most éppen, hogy csak 1,7% fölött van, vagy mondjuk egy német a 0,3-as pozitív hozam helyett most már megint mínusz 0,1 magasságában van, tehát ami azt jelenti, hogy ezeket a magasabb péperevel rendelkező ugye növekedési papírokat, mint a szoftvergyártók, ezek megint előkerülhetnek majd a piacon, amikor egy kicsit lehiggad az első
lehigadnak a befektetők az első nagy likvidálások után, és ez fundamentálisan ezeknek a papíroknak a hátterét ez mondjuk javítja, hogy a hozamszintek csökkentek az elmúlt napokban. Na Tibor, hogy nyitottunk most, mert az európai piacokon megint a kezdeti amerikai nagyot esett még európai, vagy nem nagyot, de ez esette az európai zárás után. Amerikában hát az európai papírok lentebb voltak, a futures-ek kicsit estek. Hol tartunk további, most? További 1%-os esés Európában, ami egyébként ugye attól érdekes, hogy múlt héten a DAX-nál ugye 13.750 pont volt a mélypontja, nem csütörtökön, és akkor onnan aztán lett egy elég nagy visszapattanás, főleg pénteken. Hát most megint közelítgetjük ezt a szintet, 13.800, igazából a csúnya az lenne, hogy ezt a szintet el tudnánk veszíteni. Illetőleg hát egy gyors kitekintés ugye a magyar piacra, ahol hát ugye itt rögtön pár perccel a nyitás után 2 milliárd forintos OTP forgalom van. Azt a mindenit. És itt is van egy visszapattanás, és öntik tovább? Hát sajnos visszapattanás nincs, vagyis nincs? Hát a nyitás után volt ilyen 10.350. Én még ezt néztem, igen. Még 10.010 forint, tehát úgy tűnik, hogy ez a nyomás ez ugyanúgy megvan. Hát ez mai nap során ez valószínűleg még tart. Annyi szóval akkor 10.000-nél viaskodnak, tehát a 10.000-es szinten jött annyi vevő, hogy megakadályozta a további esést, hogyha jól így értem, van, ez volt sokan veszik. Is, ez volt tegnap is. Hát ebben mondjuk nem vagyok biztos, ez ma is meg fogja tudni tartani ez a szint. Ugye valószínűleg, tehát az tény, hogy az OTP esetében már ugye fundamentális szinthez képest ugye bőven többet esett a papír, valószínűleg a legvalószínűbb forgatókönyv egyébként az, hogy ugye ilyen kényszer likvidálások zajlódhatnak a piacon, ami azt jelenti, hogy főleg olyan alapok részéről, akik ugye az orosz eszközökhöz nem férnek hozzá, mert az orosz papíroknak ugye a kereskedése most már nem is tudom hány napja ugye Oroszországban fel van függesztve, akkor ugye abból tudnak kilépni, amikor ugye vonnak ki befektetők az alapokból pénzt, ugye az alapkezelő abból tud pénzt csinálni, amit el tud adni, és hát az OTP ilyen értelemben ugye likvid, és hát nagy forgalom mellett is esett sajnos itt az elmúlt napokban. Oké. Jól van, Tibor, nagyon szépen köszönjük az információkat, szép napot, jó munkát neked is. Köszönöm szépen. Szia. Barát Tibor vezető elemzővel beszélgettünk, tehát a nagyon durva tőzsdei helyzetben néhány részvényről, illetve a piaci nyitásról 9 óra után pár percre. Hotspot piaci körkép hangzott el az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel. Jöjjenek a hírek, mert még sok dolgunk van. Szóler Andi tolmácsolásában jönnek ezek a hírek. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.